jelentem, megvan a második kamera. Ugye már régóta terveztem beszerezni egy másodlagos kamerát. Ez ismét egy esély. Ups. Egy sima 4000-es. Miért is kellett a második kamera? Mert ugye a túránál is elég macerás volt leföl szerelgetni a kamerát a bukóról, illetve a bukóra. Jó lett volna akkor is egy másodlagos kamera, ami mit tudom én, mondjuk csak a selfie botom van például, vagy csak szabadon a táskában bármikor be tudom kapcsolni, bármikor tudom használni. A rendíber őrei. De most már ez is megvan. Csapom hazafele. Csinálok majd nektek egy faszakis unboxing videót. Aztán hamarosan dupla kamerás vlogokkal jelentkezem. Csávó benne a boltban rendes volt, így kérdezget, hogy nem szeretnél a pótaksit, nem. Nem akarsz extra házat, nem. Nem akarsz ezt, nem. Nem akarsz azt, nem. Mondom, megvan már minden, közé. Azt mondja, hogy szuper áll a kamera. Hát mondom, kicsit meg kellett mókolni, de nem rossz. Van az esélynek egy tök fasza ilyen skeleton háza. És azon gondolkozok. Lehet legközelebb azt veszek. Pont a csatlakozóknál lehet kinyitni. Illetve vissza is lehet zárni, úgyhogy továbbra is vízálló tud maradni. Hasznos kis kütyűnek tűnik. Olyan rohadt állott meleg van, mindjárt itt a vihar. Meg lehet dögleni. Benne abból konkrétan ömlött rólam a víz. Ennyire már. Vezetésre kéne figyelni, itt a majom. Szarakszik a tabletjével. Csávó benne boltba kérdezte, hogy felszoktam-e tölteni valahova videókat. Egyből előkerült a zsebemből egy spam kártya, mondom, itt van. Mondja, hogy eléggé felkészült vagy. Hát mondom, muszáj. Komolyan mondom, lerohadok a motorról, olyan meleg van.